A fenntarthatóság szerintem azt jelenti, hogy óvjuk a környezetünket, illetve sok tárgyat újrahasznosítunk. Szerintem a fenntarthatóság azt jelenti, hogy ne szennyezzük a környezetet, hogy mások is tudják használni utánunk. Környezettudatosság milyen dolgokat tehetünk meg érte, hogy ne legyen rossz a földünknek. Szerintem valami olyat jelenthet, hogy egy dolgot későbbi időkben is még tovább használhatunk, esetleg újra hasznosíthatunk, és így is a környezetünket védjük. A fenntartható fejlődés kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélybe sodorná az utánunk következő generáció képességét arra, hogy kielégítsék a saját igényeiket. Vajon miért nevelget ebi halakat egy gyár, és milyen kapcsolata lehet a denevérekkel? Olyan helyen kezdem a mai napot, ahol a gépek és a bányák mellett madárodukat, birkákat és békákat is találhatunk, és ahol a gyártósor optimalizálása éppen olyan fontos, mint a magyar gurgolya védelme. A Saint-Gobain székhelye olyan zöld megoldások lelőhelye, amelyek egyedülállóak Magyarországon, és kiváló példával szolgálhatnak olyan cégeknek, akik még csak tervezik a fenntarthatóságra való törekvések bevezetését. Honnan indult el ez az egész, és hova juthat el? Piros Attillát, a Saint-Gobain vezérigazgatóját fogom most megkérdezni erről és a jövőbeli célokról. Elsőre is látszik, hogy nem egy szokványos gyártelepről van szó, hiszen itt állunk a telephely közepén, erdős környezetben, egy tópartján, ahol békák kuruttyolnak és pillangók repkednek. Mi a tó története, Attila? Kérlek, mesélj nekünk erről. Azt azért tudnod kell, hogy egy olyan telephelyen vagyunk itt a Piriskálős közepén, ahol már 100 évvel ezelőtt is bányászati tevékenységet folytattak. És maga a bányászat, a külszíni bányászat magával hozza azt, hogy a környezetre figyelnünk kell. Nem csak a rekultiváció, hanem az a fajta környezet, amit mi hatunk a környezetünkre, az itt lakókra. Én azt gondolom, hogy nálunk vannak céges nagy célok, illetve vannak lokális elképzelések. A céges nagycéloknak az egyik fő iránya az, hogy a Saint-Gobain vállalta, hogy 2050-re karbonsemleges lesz. Tehát akkor szándék, stratégia és aztán lépésenként a megvalósítás. Ez így van. Ez, amivel összefoglalnád a fenntarthatóságot, számodra mit jelent? Miért fontos? Vannak ilyen nagyon elcsépelt szlogenek, amelyek arról szólnak, hogy valójában ezt a földet az unokáinktól kaptuk kölcsön, és ezt nagyon sokan használják, de valóban így van. Tehát mi magunk látjuk, hogy itt az elmúlt 100 évben milyen hatással volt a környezetre a termelés például. Ez a bányászati tevékenység itt az elmúlt 100 évben jelentősen átalakítja a környezetet. És mi az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon figyeltünk rá, hogy tudjuk visszaállítani azt a flórát és faunát, ami itt ezt a környéket jellemezte. És ma már nagyon büszkék vagyunk rá, hogy számos olyan növényfajta újra települt ezen a részen, és számos olyan őshonos állatfaj visszatért ide a bánya területre, ami régen nem volt jellemző. Ehhez persze kellett az, hogy mi magunk úgy álljunk hozzá a termeléshez, hogy a termelésből nem csak elveszünk, hanem visszaadunk a környezetnek. Én azt gondolom, hogy jól sikerült, mert azok a állatok, akik most már ide lejárnak például a hegyről, kiválóan érzik magukat, tehát nem veszélyeztetjük az ő élőhelyüket, az élő környezetüket, sőt, sikerült egy olyan környezetet kialakítani, ami azért kedvükre való. Ezek után nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha pár mondatban kéne összefoglalni a céges missziótokat, akkor hogyan fogalmaznád meg? Én azt gondolom, hogy egy cég, aki környezettudatos, és ebben gondolkozik, pont a mi iparágunkban nagyon komoly kihívásoknak kell, hogy megfeleljen, és mi ezt vállaltuk. Mi azt gondoltuk, hogy igenis mi ennek zászlós hajója szeretnénk lenni. Ez jár egy olyan felelősséggel, hogy nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is a céljainkért, és igenis mi ennek, ha lehet úgy mondani, mai modern szóval influencerei szeretnénk lenni. Mi azt hiszem, hogy nem csak mi, hanem az egész iparágunk a 24. órában van, most már itt lépni kell, és mi ennek a valóban a zászlóhordozói vagyunk itt a magyar piacon. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Nagyon szívesen. Ma már szépségápolási termékek ezrei közül válogathatunk, de mi történik akkor, amikor bármelyiket is választjuk, a bőrünk tiltakozik ellene? Hogyan tudunk otthoni körülmények között megoldást találni erre a problémára? Milyen környezet és bőrbarát alternatívák vannak?
Bárdos Eszter, az Eszterkrém alapítója segít ebben, és abba is bepillantást enged, hogyan készül el házilag kedvenc szépségápolási termékünk. 9 évvel ezelőtt találtam ki az Eszterkrém kozmetikum manufaktúrát, azért, mert a nagyobbik lányomnak ekcémája volt, és ezért elkezdtem kutatni, hogy vajon mi okozhatja ezt a bőr problémát. Sokat olvastam a témában, hogy mi minden árthat a bőrnek, az ő bőrállapotának, mi az, amitől még érzékenyebb lesz esetleg a bőre, mi az, amitől megnyugszik, és akkor így jutottam el tulajdonképpen így a naturkozmetikumok felé, vagyis a naturkozmetikumok alapanyagai felé. A hidegen sajtolt olajokhoz, a virágvizekhez, az illóolajokhoz, bármilyen meglepő, azt nagyon sokan ilyen állati irritatív összetevőnek tartják. Én úgy gondolom, hogy ha valódi illóolajról beszélünk, tehát ami mondjuk egy biotermesztésből származik, rendes lepárlással vagy hideg sajtolással, akkor az nem fog, tehát nyilván ésszel használva nem fog bőr problémát okozni, egy érzékeny bőrnél sem, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Azért kezdtem el kozmetikumot csinálni, mert az akkori, ez majdnem 20 évvel ezelőtti történet, az akkori kínálatban nem volt olyan alumínium sótól mentes dezodor, ami hatékony lett volna. És ezért készítettem magamnak dezodort. És ez annyira nagyon jó lett, hogy ugye én ezt használtam sokáig, és a barátnőim elkezdtek kérni belőle. Meg akkor az ő barátnőik, meg az anyukájuk, meg a nagynéni, meg a mindenki. És hát persze innentől már egyenes út vezetett oda, hogy akkor próbáljunk krémet csinálni, meg balzsamokat, meg fogkrémet, meg gyakorlatilag bármit, ami kozmetikum. Aztán kiderült, hogy arckrémet csinálni az sokkal bonyolultabb, mint például dezodort, és amit még nagyon könnyű csinálni, az az ajakbalzsam. Úgyhogy ezt most megnézzük, hogy hogyan lehet megcsinálni házilag. De bármilyen kozmetikum készítés előtt nagyon fontos, hogy mossunk jó alaposan kezet, csak tiszta kézzel nyúlunk az alapanyagokhoz, amik jelen pillanatban a nyers, hidegen sajtolt kakaóvaj, seavaj és kandelilla viasz. Ez egy természetes növényi viasz, a méhviasznak egy alternatívája, ugyanolyan jó, szilárd állagot ad az ajakbalzsamnak, akár a méhviasz, csak nem állati eredetű. És ezen kívül pedig egy kis jojoba olajat hoztam ma. Először is kimérek egy kis olajat, konkrétan 6 g-ot, vagy majdnem 8-at, és aztán beleteszem a kandelilla viaszt. Abból pedig úgy egy ilyen 1,5 g-ot. Így, és ez igazából mehet is a vízfürdőbe melegedni. Úgy lehet gyorsítani a folyamatot, hogy megkeverjük a matériát. És akkor most a következő, hogy hozzámérünk kakaóvajat. Úgy egy jó 4-5 g-nyit. Így, és rádobjuk a seavajat is. Abból meg mondjuk egy olyan 3 g-ot kb. Inkább mindig több legyen a kakaóvaj, mert attól lesz jó szilárd. Így is mehet vissza a vízfürdőbe. És amíg ezt itt olvadozik, kinyitogatom a tégelyeket. Mondjuk csináljunk ilyen kis kikenőset, csináljunk ilyen nagy kikenőset, csináljunk ilyen szép nagy sztikket. Akkor most jön az a művelet, hogy ezt gyorsan bele kell önteni a tégelybe. Jó tempóban beleöntjük a legnagyobbba. Így, és itt hagyjuk szépen megdermedni. De amíg az ott dermed, addig teszünk ebbe egy kis ezüst színű pigmentet. Ez egyébként egy csillámpala őrlemény, tehát teljesen természetes. Hoppá! Akkor még lehet kísérletezni, ez egy eperpiros, ugyanúgy ilyen csillámpala őrlemény, némi fém oxiddal megszínezve. És ettől ilyen jó piros lesz az egész. És ezzel óvatosan kell bánni, mert ha az ember túl sokat tesz bele, akkor használhatatlanul sötét lesz. Na, kész is vagyunk. Ez 24 órát érdemes a hűtőszekrénybe tenni, és utána használható, akkor nyeri el a végső állagát. És én szívesen ajánlom, nyilván csillámpor nélkül, férfiaknak, gyerekeknek, időseknek, és bármivel együtt pedig nőknek. Téli hónapokban nagyon jó segítőtársunk lesz. Amikor elhatározzuk, hogy zöldben szeretnénk gondolkodni, érdemes otthonunk minden helyiségét alaposan megvizsgálni, azzal a szemmel, hogyan tehetjük azt környezetbarátabbá.
A konyha tökéletes helyszín ennek elkezdésére, hiszen ott nap mint nap rengeteg hulladék képződik. Gondoltad volna, hogy létezik egy gyors és könnyű megoldás arra, hogy újra és újra használható csomagolással bővüljön a konyhai felszerelésed? Erre mutatunk ma inspirációt, ismerd meg a méhviaszkendőt és csodálatos tulajdonságait. A bontott élelmiszerek tárolására rengeteg alufóliát és folpakot használunk, ami ugye az élelmiszer elfogyasztása után leggyakrabban a szemétben végzi. Mutatok egy ötletet az élelmiszerek környezetbarátabb tárolására, méhviaszkendőt fogok készíteni. Az elkészítéshez pamutvászonanyagra, méhviaszra, vasalóra, sütőpapírra, cikcakosollóra lesz szükségem. Első lépésként egy cikcakollóval méretre vágom az anyagomat. Most egy 30x30-as kendőt készítek, ehhez körülbelül 10-15 g méhviaszra lesz szükségem. A méhviasz lapokat apró darabokra vágom, hogy még könnyebben el tudjam oszlatni az anyagon. Legalulra sütőpapírt helyezek, erre rakom a pamutvászonanyagot, rászórom a felkockázott kis méhviaszlapocskákat, és a tetejére is egy sütőpapírt helyezek. Ezután elkezdem vasalni. Addig vasalom, amíg megolvadnak ezek a kis méhviasz darabocskák. Közben figyelek arra, hogy mindenhova jusson a méhviaszból. Érdemes az anyag viszájára helyezni a méhviaszt, mert amikor vasaljuk, akkor a nedvesség, ahogy átitatja az anyagot, ezt látni fogjuk, hogy mindenhova biztosan került belőle. Melegen lehúzzuk a sütőpapírról az anyagunkat, és hagyjuk kihűlni. Pár perc elteltével már csomagolhatunk is vele. Az így elkészült kendőnket bőven elegendő nedves törlőkendővel tisztítani. A hőt nem nagyon szereti, ezért mosóképpen ne tegyük. Ideje más szemmel tekintened az elnyűt, megunt ruháidra, mert egy kis kreativitással legújabb kedvenced várhat belőle. Ezzel a szemlélettel tevékenykedik Hatala Erika, a Megfűztelek egyedi textilékszer alapítója is, aki a már nem használt textilekből és gyapjúfonalakból készít csodálatos ékszereket. A mai műsorban kiderül, miért érdemes neked is otthon megalkotnod kedvenc kiegészítőidet, és hogyan járul ez hozzá a fenntarthatósághoz. 2 évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni a kislányommal ezzel a tevékenységgel. Igazából mindig is kézműves foglalkozásokat csináltunk otthon, papírral, egyéb kiegészítőkkel, ami a háztartásban is megtalálható. És egy filmecske alapján találtunk rá erre a technikára. Pólóból csinált egy hölgy ékszereket, nagyon megtetszett mindkettőnknek, igazából nagyon jó elfoglaltságnak tűnt, és utána én beleszerettem, és elkezdtem kutakodni, hogy hol lehet fonalakat beszerezni, hol lehet egyéb más technikákat elsajátítani, illetve magamtól is találtam ki ötleteket. Azóta már az ékszerkészítés mellett kézműves foglalkozásokat is tartok, gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt, tematikus ünnepekre vonatkozóan összeállítva a kiegészítőket, ékszereket, lakásdíszeket, úgyhogy ebből áll össze a paletta. Egy ilyen relax tevékenységnek indult, és nagyon szeretek ezek a színekkel dolgozni, új dolgokat kitalálni, új technikákat elsajátítani, és átadni ennek az örömét is, mert akik jönnek a foglalkozásokra, felnőtt hölgyek is, gyerekek is, és kisfiúk is eddig jöttek hozzám, nagyon szeretik, és egy klassz kis közösségi tevékenység együtt alkotni, és utána örülni az eredménynek. Ugye pamut anyagból készülnek az ékszereim, pamut anyagból vágjuk össze a kiegészítőket is. Újra hasznosított anyagokból is el lehet készíteni, tehát ha otthon találunk olyan anyagokat, amiket már nem használunk, bátran fel lehet vágni. Hoztam is egy-két anyagot megmutat, hogy ezekből bizony polófonalak készültek és ékszerek. Gyerekekkel is nagyon kellemes ezzel dolgozni, és aki esetleg allergiás, a pamutanyagot bátran viselheti. Gyermekek részére készült ékszereim pedig abszolút gyerekbarát viselet, fém nélkül, nem sérti föl a bőrét, ujját, nagyon kényelmes viselet, és kézmeleg vízben moshatóak, tisztán tarthatóak, úgyhogy abszolút csak ajánlani tudom, hogy otthon próbálja ki mindenki ezt a technikát. 2 színnel készültem, egy nagyon egyszerű, de igazán jó kombinálható öltözékhez is viselhető fekete-fehér színű kis apró ékszert fogok elkészíteni, amivel otthon is próbálkozhattok, gyorsan megvan, nagyon kényelmes. Nézzétek, hogy készül!
és el is készült a kis nyaklánc állítható pánttal magatoknak, gyermeketekkel való alkotásnak, illetve ajándéknak is nagyon jó ötletnek bizonyulhat. Közeledik az egyik legizgalmasabb ünnepünk, a Halloween, amire az alkalom lelkes rajongói általában rengeteget készülnek. Hogyan tudjuk ezt környezetbaráttá varázsolni anélkül, hogy le kéne mondanunk a szórakozásról? Ne vásároljunk új jelmezt, nézzünk körül, milyen más lehetőségeink vannak. Sokan kínálják eladásra például az egyszer vagy akár egyszer sem használt jelmezeket, ha ezt választod, segítesz, hogy ne a kukában végezze. Ráadásul utána te is továbbadhatod, ha már nincs szükséged rá. Ha szeretsz kézműveskedni, te magad is készíthetsz egyet otthon, de törekedj arra, hogy a jelmez vagy egy-két eleme később is használható legyen. A dekorációnál ne az egyszerűségre menj, hiszen a kéztermékek megvásárlása helyett léteznek olcsóbb és környezetbarátabb megoldások is. Nézd körül, milyen már meglévő alapanyagot tudnál felhasználni hozzá. A régi lepedő például tökéletes szellemdekoráció elkészítésére, az asztaldíszhez pedig a természet járul hozzá rengeteg terméssel. A vendégváró falatok is lehetnek zöldek, ha egy kicsit tudatosabban készülsz rá. Szezonális zöldségeket használj hozzá, készítsd el otthon az édességet, és ne feledkezz meg a műsorban látott méhviaszkendőről sem, tárold ebben a megmaradt ételeket. Tegyetek ti is minden nap egy kicsit a fenntartható jövőnkért és bolygónkért. Reméljük, hogy találtatok sok-sok hasznos tippet mai Vidd haza a zöldet című műsorunkban. Tartsatok velünk legközelebb is itt az Inspirációk magazin YouTube csatornáján. Együttműködő partnerünk a Saint-Gobain Hungary Kft.